Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. december 15-én, este 7:30-kor. Egyre többen tartják be a védelmi intézkedéseket. 1893 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 107 beteg. Jeles évfordulóhoz közeledik a Főegyház megyei levéltár. 10 éves lesz az elkutatás. Szent Mise, advent harmadik vasárnapján. A fertőzésben elhunytakért szólt az ima. A védelmi intézkedéseket egyre többen tartják be, ezzel is hozzájárulva a sikeres védekezéshez, jelentette ki a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese a hétfői online sajtótájékoztatón. Újabb 1893 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 107 beteg. Kis Róbert alezredes elmondta, a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 726 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta 13.178 rendőri intézkedés történt a maszkviselés szabályának megszegése miatt. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 606 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 162 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 444 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be. A kijárási korlátozás november 4-től, a kijárási tilalom november 11-től van hatályban. November 4-től a rendőröknek 10.782 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük. Arra az újságírói kérdésre, hogy a Németországban bejelentett szigorítások milyen hatással lehetnek Magyarországon a karácsonyi időszakra, Kis Róbert azt mondta, hogy az operatív törzs folyamatosan értékeli és elemzi a hazai és a nemzetközi járványügyi adatokat, és ennek eredményeként döntött a kormány a korlátozó intézkedések meghosszabbításáról január 11-éig, ugyanakkor a karácsonyi időszakra vonatkozóan december 21-én tesznek javaslatot a kormánynak. A szakember elmondta, hogy aki a jelenlegi járványügyi helyzetben mégis külföldi utazás mellett dönt, mindenképpen tájékozódjon, hogy a célországba történő belépése biztosított-e. Emlékeztetett, a kormány február 1-ig meghosszabbította a schengeni belső határon a határforgalom ellenőrzést. Az a magyar állampolgár, aki személyforgalomba belép az ország területére, továbbra is járványügyi megfigyelés alá vagy hatósági házi karanténba kerül. A hatósági házi karanténról jogszabály rendelkezik, nem szükséges hozzá a járási kormányhivatal külön döntése, mutatott rá. A hatósági házi karantén szabálya alól akkor mentesülhet valaki, ha két negatív eredményű PCR-teszttel rendelkezik, de az elbírálásnál figyelembe vehetik, hogy ha valakinek már van egy, a schengeni tagállamok valamelyikében, az Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett ilyen vizsgálati eredménye. Újabb 1893 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 285.763 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7.237 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 83.115 fő, az aktív fertőzöttek száma 195.411 fő. Bács-Kiskun megyében 12.638 beteget regisztráltak. Jeles évfordulóhoz közeledik a Kalocsai Főegyház megyei levéltár. Az intézmény sikeres szolgáltatásának az elkutatásnak a 10 éves évfordulója lesz, amelynek alkalmából megújul az internetes felülete. A jeles évforduló alkalmából a levéltár frissíti a technikai adottságait is. 10 éves a rendszer, éppen kép megjelenítő szoftvert kell cserélnünk, ennek technikai okai vannak, a flash player támogatottsága megszűnik az interneten, a jövőben, a böngészőben, tehát új technikával kell majd a képeinket megjeleníteni. Ezért aztán jövőre új köntös lesz, búcsúzunk egy 10 éves szolgáltatásnak az eddigi technikai módszereitől, és
újat üzemelünk be. Mindez nagy munkát jelent a szakemberek számára, illetve a kutatóknak egy meglepetéssel is szolgál a levéltár. Mindenképpen javaslom, érdemes ránézni a honlapunkra. Akár ez a meglepetés, az e-kutatás új lehetőségei, akár a Kalocsa és vidéke kutatása kapcsán. A következő esztendő elején mindenképpen beüzemeljük az új képnézőnket, de ahogy mondom, már előtte is érdemes ránézni, mert itt a régitől való búcsú az egy ilyen nagy kutatói akcióval, forgalommal fog majd befejeződni, tehát a 10 évet egy kicsit megünnepeljük azért majd az interneten is. Ebben az évben a levéltár nem adott ki önálló kiadványt, viszont számos tanulmányt publikáltak a munkatársak. Ma már virtuális kiállításokat is rendeznek, vagy ilyen módon tudtunk csatlakozni például a Viszterenc Emlékmúzeumhoz, a Zeneakadémia kiállításában egy új kiállításhoz. Ugye Hajnal Liszt kapcsolata volt egy olyan fontos, most sokkal hangsúlyosabbá vált az érsek személy ebben az új kiállításban is. Ebben is közreműködtünk. Emellett érseki életrajzokat is megjelentettek, amelyek leginkább idegen nyelven olvashatók, illetve a pandémia miatt online konferenciákon vettek részt a kalocsai szakemberek. A fertőzésben elhunytakért, orvosokért, ápolókért szólt az ima a kalocsai nagy templomban. Advent 3. vasárnapján ismét szentmisére hívták a híveket, melyet ismételten Bábel Balázs érsekatya celebrált. Mostani szentmisénket azokért az orvosokért, ápolókért, kórház lelkészekért ajánlom föl, akik a járvány idején hivatásuk, gyakorlása közben elhaltak. Egyházmegyénkben is mindegyikből van erre példa. Így kezdte meg Advent 3. vasárnapján a szentmisét dr. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek. A fertőzésben szenvedőkért és az abban elhunytakért szólt most az ima kalocsai nagy boldogasszony főszékes egyházban. Már 3 gyertyáig az adventi koszorún, jelezve azt, bár nehéz időket élünk, a karácsony, a szeretet ünnepe egyre közeledik. Az érsekatya prédikációjában így az örvendezésről beszélt. Az evangélium szavával, annak hirdetésével, s a mai nap elnevezésével, hogy ez az örvendezésnek a vasárnapja, Gaudete vasárnap, s maga a Szentleszkében is erről hallhattunk, felszólított bennünket Szent Pál apostol, hogy legyünk derűsek. Az Úr Jézus ugyanis örömet és evangéliumot hirdet, mondta az érsekatya. Kiemelte, a keresztény ember nem mindig boldog, de sohasem boldogtalan. Így a nehéz, betegségekben és elszigetelésben teli időkben is Istenben keressük a vigaszt. Az elszigetelődés, a kapcsolatok hiány lévő bezárkózott élet magával hozta a lelki sivárságot, sokakban a depressziót, a testi fájdalmak pedig a kilátástalanságot, de voltak, akik azt mondták, hogy egyfajta lelki örömre tettek szert ebben az időben, elgondolkodtak az életük értelmén, hogy mi a fontos, amit addig nélkülözhetetlennek tartottak. Most úgy látták, vagy meg kellett tapasztalniok, hogy nélküle is éni lehet, és a hívő emberekben pedig sokakban egy még erőteljesebb Istenhez fordulást váltott ki, épp az imádság által, de még úgy is, hogy nagyon sokan a templomi szentmisék Isten tiszteletek közvetítésébe kapcsolódtak bele. Az érsekatya kitért a hűség fontosságára is. Elmondta, a mostani ünnep teljesen más, mint amit megszokhattunk, így az öröm szó is más értelmet kap. Nem egy ilyen eufóriára gondolunk, amikor nagyon nagy megpróbáltatások vannak, amikor emberek halnak meg, sokan gyászolnak, akkor a mi lelki derünk éppen arra jogosít föl, hogy az Istenben reménykedjünk,
elhunyt szeretteinket illetően is, és saját sorsunkat illetően is. A megváltó eljövetele az éppen azért történt, hogy hazavezessen bennünket az atyai házba. Ha így fogjuk föl a keresztény örömet, az evangélium jó hírét, akkor annak megvan a valóságtartalma, és megvan Jézus részéről az aranyfedezete. December 20-án, aranyvasárnap, ismét felgyúl a gyertya az adventi koszorún, így már mind a négy jelzi, itt van a karácsony. Ez alkalomból újfent szentmisére várják a híveket. Már csak néhány napjuk maradt a szülőknek arra, hogy begyűjtsék az iskola érettségi kérvényezéshez a dokumentumokat, még az ünnepek előtt. A kérelem benyújtásához javasolt kérelem űrlap ugyanis 2021. január 1-től lesz majd elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. 2020. január 1-től ugyanis az Oktatási Hivatal dönt a 6. életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról. A 2021-22-es tanévre szóló kérelmeket 2021. január 1-től január 15-ig lehet majd benyújtani. Évente 80-90 ezer család szembesül az iskola érettség kérdésével. Elkezdje-e a 6 éves gyermek az iskolát, vagy maradjon még egy évet óvodában? Míg korábban az óvodapedagógusok a szülővel közösen döntöttek ez ügyben, jelenleg már más szabályozás van érvényben. A Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérésére az oktatási hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskola kezdés halasztását. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet. Elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. Így az oktatási hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá. Ha az oktatási hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői bizottság komplex pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az oktatási hivatal ez alapján dönt. A kitöltött kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet beküldeni. Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszer láncfelügyeletért felelős államtitkára december 1-től elrendelte a téli szezonális élelmiszer lánc ellenőrzést. Az akció december végéig tart és az ünnepekhez kötődő népszerű termékeket érinti. Több mint 10 éves hagyománya van már az ünnepekhez, évszakokhoz kötődő szezonális ellenőrzéseknek. Az idei évben a karácsonyi szilveszteri időszakhoz kapcsolódóan december 1-ével megkezdték az ilyenkor népszerű termékek ellenőrzését a szakemberek. Ilyenkor karácsony havában december 1-től december 31-ig tart. A NÉBIH munkatársai és a megyei kormányhivatalok munkatársai közös akciója ez. El tudom önöknek mondani, hogy ilyenkor 13.850 tételt hazai és külföldi élelmiszer vizsgálatára kerül sor. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az államtitkár beszámolt arról, hogy a kivont termékek vonatkozásában a magyar termékek aránya csökkent, amely alapján elmondható, hogy a hazai termékek minősége és megítélése javult az ellenőrzések eredményei alapján. A szakemberek egyébként a hónap folyamán összesen 13.850 tételt ellenőriznek majd. A 2018-19-es évek eredményei alapján ebből 491
1 terméket vontak ki a forgalomból az akció keretében. Ez a kivont élelmiszer mennyiség egyébként, ez a 491 tétel, ez 2,8 tonnáról beszélünk ilyenkor, és a legnagyobb részt, ugye főleg friss húsok, hústermékek, pácolt, füstölt húsokról beszélhetünk. Itt volt a legnagyobb gond. Másodszorban pedig el lehet mondani, hogy szaloncukrok, édességek területén fedeztünk fel problémákat. A pandémia az élet minden területére hatással van, így az ellenőrzésre is, hiszen 2020-ban például nem kerülhet sor a hagyományos karácsonyi vásárokra sem. Ebben az évben, decemberben nincsenek egyáltalán kitelepülések, nincsenek karácsonyi vásárok, ezért az ilyen jellegű árusítás az teljességgel hiányzik. Ellenben megnövekedett nyilván a házhozszállítás, és ebben az évben ez lesz a novum a mi ellenőrzéseink során, hogy nyilvánvalóan az ellenőrzések számát jelentősen meg fogjuk emelni a házhozszállító kifőzdék éttermek tekintetében. A szakemberek fokozottan figyelik továbbá az édességeket, a szezonális zöldségeket, a gyümölcsöket, a halakat, a haltermékeket és az új év egyik legkeresettebb termékét, a virslit. Emellett sor kerül a kereskedelmi egységekben forgalmazott különféle mák, dió, mandula és kókuszreszelék termékek laboratóriumi vizsgálatára is. Tolvajt fogtak Bátyán. Az 52 éves nő egy pénztárcát tulajdonított el, melyben készpénz és személyes iratok voltak. A tettest rövid időn belül elfogták a rendőrök, aki beismerő vallomást tett. A bokorban, félredobva a pénztárca a rendőrség által készített felvételen, így találták meg a rendőrök az eltulajdonított tárcát, melyhez maga a Tolvaj vezette el őket. Az eset december 11-én történt. Ekkor tett bejelentést egy bátyai nő a rendőrségen, hogy valaki ellopta a tárcáját. A fekete bukszában személyes iratok, bankkártya és némi készpénz volt. A sértett elmondása szerint a bűncselekmény elkövetésének idejében munkahelyén egy gyanús személy fordult meg, akit látásból ismert is. A rendőrök azonnal elkezdték keresni a feltételezett tettest, akit rövid időn belül elfogtak. Az 52 éves bátya egy gyanúsított beismertetettét. Az asszony mindvégig együttműködő volt a rendőrökkel, megmutatta azt is, hogy hol dobta el a pénztárcát, amiben benne voltak az igazolványok is. Az eltulajdonított pénztárcát a nyomozók lefoglalták, így minden lopott érték visszakerült a sértetthez. A pénztárca lopással gyanúsítható 52 éves bátyai asszony beismerő vallomást is tett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a karocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!